És hát induljon is a stream! Sziasztok! Üdvözlök minden kedves nézőt ismételten! Én Hespi vagyok, és mai napon Crusader Kings-el kettőzni fogunk a változatosság kedvéért, mivel nem ezt játszottuk mostanában minden egyes alkalommal. És biztos, hogy a változatosság gyönyörkedte titeket, ezért ismételten Szicíliával leszünk, kicsit be fog fagyni valószínűleg, hogyha belépek a játékba. Befagytam? Ilyenkor nálam kicsit befagy az egész. Szavasz Pisti! És ismételten Sicíliával leszünk. Megpróbáljuk Sicíliát minél jobban felvirágoztatni. Ugyebár... Jaj, nem szabad ilyen gyorsan görgetnem, mert ez veszélyes. Ez a kis terület a miénk, és jelenleg a Gregorasszal, a Sátán fia nevezetű nicknémmel ellátott úriemberrel vagyunk. Aki már nagyon-nagyon öreg, már 60 éves, valószínűleg nagyon... Nagyon hamarosan, majdnem ezt mondtam. Összeg meg fog halni viszonylag rövid időn belül. És elég érdekes lesz itt az öröklés, mert a gyereknek már van itt egy kicsi területe. Tehát hamarosan valószínűleg meg fog halni ez az úriember. Jelenleg seregeket vezet egyébként, nyilván most a forradalmára kell. Persze, Pisti, emlékszem mindenkire. Nálad is befagyod. Akkor jó, akkor mindenkinél befagy a világon. Ezért nem altabolgatok kifele. Tehát, most embereket vezetünk. Gregorász ugyebár azért kapta meg a Sátán fia nevet, mert kivégezte a saját húgát még 19 éves korában, aki ki lett átkozva egyébként az egyházból. Viszont ezen kívül pedig egy igazi szent, az összes pozitív jelenvonása megvan, viszont sajnos öregkorára megőrült, és őt fogjuk a mai napon folytatni. Ő ez a jóképű fiatalember, akit itt látok felül. Most elvileg egész éles a kép. Bár megint azt írja, hogy videókimenet gyenge, de az OBS-be pedig tökéletesnek írja. Nem tudom, hogy a YouTube miért gondolja azt, hogy a videókimenet gyenge. Néha random így eszébe jut, de nyugodtan szóljatok, hogyha bármi a hanggal probléma, vagy bármivel nyilván a szokás, és megpróbálok minél gyorsabban javítani rajta, hogy jó minőségű legyen. Vagy hát nyilván amennyire a gépem engedi, annyira lehetleg legjobb minőségű legyen. Hamarosan ő meg fog halni. Utána egy kicsit nehéz helyzet, bár a gyerekünk még nem nőtt fel, de már csak 2 év, és el fog venni egy arab lányt. És pont egy nubiai lány, a nubia ugyebár ezen a területen élnek ezek a nubiaiak, ez a egykori eset a mai Etiópia területén, talán nem tévedek túl nagyot így földrajzosként. Egy nubiai lányt vett el, akit csak azért vettünk el, mert ő egy géniusz, tehát nagyon jó pozitív tulajdonságot kap, és hát ha szerencsénk lesz, és nagyon-nagyon jó öröklés lesz. Összebarátkoztam ezzel a Kaisariosszal, aki... ennek a kisebb területnek az ura, azért mert a háború során nagyon... Akkor jó. Összebarátkozunk ezzel a Palcsóval, mivel ő vele együtt harcoltunk és nagyon-nagyon tiszteljük őt. Ugyebár itt a háború során, hogy mi vezetjük a seregeket, akkor általában lehet ilyen pozitív, meg negatív tulajdonságot is összedni. Attól függően, hogy mennyire van szerencsénk, tehát rá, hogy az emberünk rájön az egyik csata közben, hogy ő egyébként egy gyáva ember, viszont az is lehet, meghalt közben a feleségünk valami betegségben talán? Nem, csak idős volt, simán 54 évesen ő meghalt. Azért elveszünk egy feleséget, hát ha... És ez még presztízst is kapunk. Ezt a fiatal hölgyet elveszünk. Igazából a gyerekünk már úgysem lesz, mert ugyebár cölibátust fogadtunk nemrég. Remélem, hogy nem kezdenek el kint fúrni, mert nincs túl sok kedvem most kimászni. Cölibátust fogadtunk, de azért elveszik ezt a Hildegardot. Aki egy szakszon, tehát... erről a területről származik valahonnan. Ott van Saxónia, onnan jött. És szerintem elég esélyes, hogy valami nagy uralkodónak lehet a rokona, mivel az egész Saxon birodalomra képes lennék háborút indítani azért, hogy ő megszerezze területeit. Viszont innen sajnos nem lenne túl szerencsés, hogy ekkora hadjáratot levezetni, így aztán maradunk itt továbbra is. Nézem, hogy ki az, aki örököl. Hát... igen, nyilván remélem a zene nem túl hangos nektek. Jó, ugye Gregorász mi neveljük, ahogy Gregorász egyre idősebbé válik, úgy látom, hogy bírnám őt oktatni egy olyan területen, amelyikben én is tapasztalt vagyok, és ambiciózus fogunk nevelni belőle, amiért cserében mi riválisok leszünk vele, viszont úgyis hamarosan meghalunk. Majdnem meg lesz a 100%, ez igen? Hát igen, ez a stream közben feliratkoznak, aztán leiratkoznak, ez nálam is így megy, tehát ezek nyilván össze-vissza mennek, jönnek.
majd kialakul. Gregorász nagyon igazságosnak tűnik meg, stb. Nagyon igazságos, nyilván egy igazságos, ambiciózus, okos, szorgalmas király, nagyon jó pályát fog befutni valószínűleg ez a Gregorász, hogyha jól sikerül. Azóban lehet, hogy egy jobb hadvezér talán bölcsebben tudná oktatni ezt a fiatalembert. Csak nem hajlandó elfogadni az ajánlatomat, ezek szerint akkor én fogom nevelni továbbra is. Itt fejleszgetjük majd a területeket, ugyebár ez négy darab terület a miénk, amit itt láthatunk. Pont hogy a zene, akkor jó, királyság. A csapatnyi harcos megtámad, Gregorász lobogója alatt megtámadott valami parasztot Panarmosban. Hát egyértelműen akkor Baron Gregorász fogja kifizetni ezt a pénzt. Nem fogjuk még helyette kifizetni, hogyha ő a hülye. Caltabellottában megépült ez a barak, amit építettünk, ugye mert legutóbb próbáltuk fejleszteni a sereget, most ezt fogom folytatni. Egy ilyen gyakorló teret építünk Caltabellottában, hogy minél hatalmasabb seregünk legyen, és hát még elég messze vagyunk a bizánci császártól, de az lenne a cél, hogy majd a többiekkel egyesülve akár képesek legyünk egy olyan haderőt kiállítani, amely képes lehet kiszakadni a birodalomból, és Szicíliát megpróbálom felerősíteni, és innen megpróbáljuk egész Rómát megalapítani. Jaj, elnézést, pifogás, Rómát megalapítani, ami nem lesz egyszerű menet, az biztos. És valamit szeretne tőlünk, megkért minket a helyi pátriárka, hogy támogassam őt, én támogatom őt. Pátriárkával jobb jóban lennél, azt mondom. És továbbra is mi vezetjük a seregeket, pedig annyira nem vagy, hát még rossz hadvezérek se vagyunk, 11-es a Mártiánunk, 12-től számít, azt hiszem jónak hivatalosan. Viszont azért, mert türelmesek vagyunk és bátrak, ezért elég jó bónuszokat kapunk. És most erre próbálunk majd építkezni egy picit. A streamet egyébként megosztom még pár helyen. Még itt gyorsban. Hogy minél többen lássák, próbáljam elérni minél több embert. Csak olyan meleg van, hogy már a szememből folyik az izzadság, amit máshol könnyeknek hívnak, de mi a szemünkből folyó izzadságnak. YouTube-videósok. Hát, egy kicsit többen leszünk. Sikerül újra feltornázni a számot. Most volt egy elég nagy kihagyásom. Nyilván ez a három mostani CK2 stream előtt, és most szeretném visszaszerezni azokat az embereket, akik esetleg akkor még néztek. Hát, ha jönnek minél többen. Dobtam a like-et, köszönöm szépen. Jó, és most laggolni fog. 3, 2, 1. Laggol. És vége lagnak. Jó. Érdekes ez az altabolásra, mennyire érzékeny az OBS, hogy így meghal minden a világegyetemben. Én is úgy láttam, úgyhogy jó a hang. Most azért figyelemben múltkor írta valaki, egy kicsit hangos volt neki. Most próbálom úgy normális hangerőn tartani. Kicsit pörgetek az időn. Igazából Gregorász már meghalhatna. Az a helyi papunk, Bishop Marcos of Noto felett, tehát, aha. A vallásos okokból adott pénzt saját magának használja, be fogjuk itt börtönözni. És elveszik tőle ezt a pénzt, mert ezt nem tűrhetjük. Sikerült is nyilván bebörtönöd, nem volt túl nehéz. És 25 aranyat fog fizetni nekünk. Azért, hogy újra kijöjjön a börtönből. Rendben, kinevezünk, van egy nagyon jó 20-as pontszám, 20-as tudás, na. Magyar beszéd. 20-as tudás pontszámú emberünk van, ő nagyon jó lesz majd. Egy új steward kéne nekünk, aki a 8-asnál kicsit erősebb, és sajnos most még nincs senki. És az unokánk pedig még hamarosan felnő, július 13-án nő fel, azt még meg kéne várni, ameddig meghalunk, utána pedig már nyugodtan, ha meghaltunk igazából. Onnantól kezdve úgy annyira mindegy. A Petrosz nevű ostoba unokánkat megpróbáljuk háborúra nevelni, hát ha meg egy jó hadvezér kijön belőle. Már annyira jó reményeim nincsenek ezzel kapcsolatban, remélem nem minket támadnak a kalifa. Ah, és egy brilliáns hadvezér lett az unokámból. Nagyon jó, nagyon jó. Aki kicsit hiszékeny viszont. Na nézzük, miért harcol itt a kalifa? Dihisztánért. Hát Dihisztán ez nem a mi területünk, sőt lehet, hogy mi támadtunk. Nem az abbaszidok támadnak.
díszlet, gondolom itt ez a keleti részünk lehet. De egy nagyon jó kérdés. Cső, Bandi! Hívhattál volna játszani? Rip! Megkért az egyik lázadó, hogy segítsek a háborújában. Teljesen biztos, hogy nem fogok segíteni a lázadóknak a háborúban. Az, hogy úgy elvernek minket, hogy... mi nem vagyunk elég erősek, hogy a bizánci császárral harcoljunk, tehát... Még amúgy is nem annyira magasak a célok, tehát csak több hatalmat akarnak a tanácsnak, meg hasonlók. Ez a csávó, ez a Gregorász, a sátán fia soha nem fog meghalni, és a Gregorász az utódja pedig már nagyon jó hadvezér lett. Szövetséget is kötök vele. Nem bírok. Nem bírok, ja, mert riválisok vagyunk egymás, el is felejtettem. Szia, Susu! Az a lényeg, hogy most itt vagy. Lehetséges, hogy egyszer majd tartatunk megint Minecraftot. Egy jó Minecraft. Létezik egyáltalán ilyen? Építek egy barakkot. Itt fejlesztem az összes... valakit bebírok börtönözni. Azért, mert meg akarja ölni Xenát a vágyunk. Hát igazából ahelyett, hogy megölném, lehet, hogy... még csatlakozhatnak még is hozzá, mert... Na, nem segítek neki, én inkább kimaradok ezekből. Hogyha már eddig szentek vagyunk, igaz, hogy elnöveztek minket a sátán fiának, de mindegy, ez nem probléma most. A vallásunk egy jelenleg 100%-on áll egyébként, ami érdekes ahhoz képest, hogy nem kontrolláljuk ezeket a szent helyeket. Bár itt hülyén is írja ki, mert nem ezek a szent helyek, de mindegy igazából. Véletlen átálltottam vallásmapra. A seregünk egyébként alakul, de hát ez még kevés lesz. Tehát a... nem tudom most jelenleg hány embere van. 11 ezer embere még mindig van a... összebarátkoztunk egy másik emberrel is itt a háborúban. Még a Lombard herceg... de a Lombard hercegnőnek még nincs sokkal több egysége, tehát 6500 van. Azért az annyira nem borzalmasan sok, hogy ne lehetne megnyerni, mondjuk, hogy eszeszoros tartanánk, de először kívánunk a birodalomból, gyűjtögetünk. Nem hajt minket a tatár, mert azok majd csak később érkeznek, se az asztékok, mert azok is majd csak később érkeznek. Mert előleg van olyan mód, hogy most ilyen event, inkább úgy mondanám, hogy jönnek az asztékok valami hatalmas sereggel, és megpróbálnak befoglalni minket. Valamint ugye az egész világot, nem csak minket, hanem itt ugye jönnek nyugatról nyilván, és itt próbálják beszedni az egészet, de ezek még nem azok. Vagy ezek ilyen, ezek még nem azok. Ugyebár még régebben bezártam egy csávót. És kiderült, hogy egy ártatlanul börtönöztem be valakit, aki azt hiszem, hogy ő az elkövető. Jó, ez a király megkért engem, hogy segítsek Sardinia és Korzikóra, megkért, persze segítek, én barátság és mindenkivel. Ugyebár ennek az uralkodó, ennek a szigetnek, aki azonban nem nagyobb, mint mi, de mégis ő már király, mi pedig csak ilyen stratégoszok vagyunk, ami egyel alatta van, nem probléma. Észrevettétek, hogy mennyire nyugodt most a magyar YouTube, hogy semmi cancer dolog nincsen rajta? Vagy csak nekem tűnt fel? Kiderült, hogy a másik, akit bebörtönöztem, az is helytelen volt. Na mindegy. Hát ez így alakult. Patriarch Alexander a partisztunk. Összebarátkozok ezzel az emberrel, csak nem lesz belőle semmi probléma, vagy hát remélem, hogy nem leszünk hirtelen homoszexuálisok, már nem mindegy, hogy bármi probléma lenne, hogyha valaki az. Pláne egy ilyen keresztény csatornán, jó, gyűlik a pénz, gyűlik a sereg. Ez a Gregorász legalább gyűjti magának egyébként, bár nem gyűjti magának a pénzt, mert fel van állítva a serege, gondolom, és ez miatt egyetlen egy aranyat nem képes gyűjteni magának. És itt mínusz 0,01-ben van. Na nem baj. Hát Valériát nem börtönzöm be. Tehát jó, hogy itt van. Lett egy gyenge lánya mondjuk. Még nem is Valéria volt, aki nagyon béna volt, hanem aha, viszont a gyönyörű lányom, Eupraxia, az meg is volt. Találtunk nálam egy olyat, akit kiátkoztak. El is égetjük őt. Nem tartanak többé igazságosnak. Mindegy, nem probléma. Ennyi baj legyen.
Ugye az én egyik gyerekem is ilyen arabosan néz ki, ami szintén nem probléma egy ilyen csatornán, csak fura. Elküldöm őt, elkinezem pénzmesternek, és elküldöm őt, hogy gyűjtsön egy kis pénzt. Erisza. Erisza ez a területünk. Ja, meg egyébként mi vagyunk ugyebár a bizánc antipatosza, bár őt is jelentsen ez. Ezen kívül pedig a parancsnok, bár biztos, hogy megbírom itt keresni majd, hogy ez... Aha, és meg is haltunk. Jó, és tehetség, nagyon, nagyon jó egyébként ez a... Basszus, nehogy nem legyünk kinevezve itt a... Kineveztek engem advisornak. Na jó, remélem, hogy meg fogom kapni ezt a... Terhesebb feleségem. Nem kapok... De most nem fogom megkapni Szicíliát, hanem megtartja magának, mert az szép lesz. Basszus! Giorgia ura megkapott minket. De miért dobott hozzánk minket? Tehát ez borzasztó. Na, ez most elég érdekes helyzeteket szül. Hogy ez a Despot Grigoli... Tehát ez... Ajaj. Most ennek a csávónak, aki itt lakik, ennek vagyunk a vazallusai mi. És mi legalacsonyabb szintű vazallusok lettünk, ami megnehezíti eléggé ezt a dolgot. De miért kapta meg ő Szicíliát? Tehát ez... Nem is értem. Na mindegy. Eljött az ideje, hogy háborút indítsunk nála. Most hát ellene. És hogy őt a hatalomból elzavarjuk. Lehet, hogy most lesz az első normális háborunk, egyébként ember részt is veszünk. Kinevezem gyorsan még a tanácstagjaimat. Stewardot és kémmester, az a csaj lesz. Aki a feleségünk, igen, a feleségünk lesz a kémmesterünk. Itt elküldjük Arábiába, mert úgyis kicsit a bőrszíne alapján odavaló. És egyáltalán a MIV ortodox, igen, legalább ortodox. Azt hiszem hamarosan háborúzni fogunk, amint az első ember csatlakozik itt, amik is nagyon-nagyon jó hadvezérek vagyunk, ennek örülök. Viszont van itt egy darab kicsi területünk, ami nem annyira jó. Azt kinevezem, átadom a vazallusomnak, mert én sokra nem megyek vele. Kineveztek kancellárnak, jó. Gondolom fél, hogy majd itt lázadás fogok szítani, de nem is nagyon téved, mert tényleg lázadás fogok valószínűleg szítani. Csatlakozzanak. Viszont így bevett a tanácsába, így nem bírok háborút indítani. Ó, basszus. Lehetséges, hogy ki kéne lépnem a tanácsból. És meg is született az örökösöm. Aki egy kicsit beteges csávó, és ő is ilyen arabos kinézetet kapott, amivel nincs semmi baj. Megpróbáljuk majd vele csinálni valamit. Lehet, hogy ki kéne lépnem ebből a... Nem tudom, hogy hogy bírom elhagyni egyáltalán a pozíciómat a Legionnél. Vagy hát az lehetséges. Jó. A hegyekben fogunk jobban harcolni egy picivel, ez a második ilyen képességünk. Kíváncsi vagyok, hogy hogy bírok. Kibírom hívni párbajra. Na, kilépek a Kanszilból. Ez lesz a lázadásom legelső jele. És a másik pedig az, hogy megpróbálom... Megpróbálom őt letaszítani a trónról. Reménykedjünk benne, hogy sikerül. 140... Sokkal több egységem van mint neki, tehát ezért nem is értem, hogy miért nevezték ki őt az én királyomnak, de nem baj. Lehetséges, hogy háborút is indítunk ellene. Senki nem akar csatlakozni. Mindegy, mi egy idő is megoldjuk, úgy érzem ezt a dolgot. Eljött az idő, hogy követelem, hogy ezt hajtsa végre. És háborúban állunk mostantól. De itt összeszedem a srácokat, és megpróbálom legyőzni őket. Ha ez a terület már hozzátartozik, ez viszont pedig hozzám. Akkor téged hazaküldelek ide, és itt állítjuk fel az egész seregünket, és le fogjuk őket győzni remélhetőleg.
ugyebár a címerünk most átalakult erre, alapból a címerünk ugye ez a három vatkan, és most pedig ilyen piros-fekete három vatkan, ez jelzi általában a lázadókat, tehát megkapják ezt a speciális szint. És szeretnék egy örököst csinálni, ez lesz a célunk most. És ostrommal elvették ezt a várost. És én fogom vezetni a seregeket, mert nagyon-nagyon jó hadvezér, akivel vagyunk. Tehát ez sokat fog segíteni. Aha, közben pedig lázadók jelentek meg itt. Őket majd hamarosan elverjük. Csak először elfoglalom ezt az első területet. Gyenge lányunk legyen emberséges, megpróbáljuk erre nevelni őt. Aha, már érkeznek itt a seregei. A fővárosunk ostromolja. De nagyon kevés emberre. Az emberünk az a szélről fog támadni, mert nagyon érte ahhoz, hogy a szélről támadjon. Ez a különleges képessége. 6%-on állunk jelenleg. Ti pont nem látjátok, hogy mögöttem van. De én majd folyamatosan mondom, hogy hány százalékon is állunk. Jelenleg 6%-on áll a háború, most már 8%, úgyhogy elvertük őt itt. Továbbra is próbáljuk megtartani ezt a kicsi hágót. És szerintem ez elég is lesz ahhoz, hogy győzelmet arassunk. Reméljük, hogy a bizánci császár nem fog közbeszólni itt a háborunkba. Megtámadjuk a fővárosunkat, ahogy ostromolja, hogy ne veszítsünk túl sok aranyat. Viszont ezt a másik területemet pedig befoglalták, tehát váratlan hamarosan meg fog érkezni a másik serege is ide. Szavasz, noska, de én várok rá. Messze van, amint jártam, miénk lesz. És innentől kezdve pedig ezt fogjuk őrizni, és megvárjuk, ameddig ide érkezik a fő seregével. Ezzel a nagy Georgian Army-val. Aha, ide is ért, egy 1700-as sereggel. És nézzük, hogy... Ja, ugye mi vagyunk a bal szárnyon, a többiek pedig Baron Gregorász, akit már korábban ismertünk jobb szárnyon. Kiriaki az pedig középen, ő a legjobb, egyik legjobb hadvezér utánam, csak hogy az enyém az a széleken tud jobban harcolni, mert egy ilyen bónuszom van. Tehát erre eléggé szétszerik a seregét, nem tudom, hogy pontosan is nyerünk, akkor mi is fog történni. Azt nem hiszem, hogy megkapjuk a rangját, viszont lehet, hogy utána a bizánci császár lesz rögtön felettünk. Szevasz Armand! Jó, ismételten megtámadjuk őket. A seregei azok eléggé szét vannak szórva, vagy hát itt nincsenek túl sokan. Ezt elvertük és tovább fogjuk. Miért nem Royal? Már csak normális játékokkal játszom. És Begluk Xi Ulut, aki az egyik lányomnak, és az egyik nővéremnek a felesége, és az egyik nagynénémnek a felesége, őt berakjuk a másik szélre, mivel ő is rendkívül érte ahhoz, hogy a szélekről támadja, de nem is jó a hadvezérem, akkor teljesen mindegy. Itt maradunk és itt megvárjuk a főseregét, és valószínűleg meg is nyerik ezzel a háborút. Ram Royale a szar. Change my mind. Miért nem PUBG? Miért nem Paladins? Miért nem... Mi van még ilyen? Miért nem Ring of Elysium? Az is izé Battle Royale game. Miért nem Battlefield 1? Vagy mi ez a legjobb Battlefield? Battlefield 1? Valami Battlefieldben is lesz most izé. Annyira nem is harom a Battlefieldet. Teres a feleségem ismét. És elfoglaljuk teljesen ezt a területet. Most meg megtámadjuk őt Panarmosban. 59 egységgel jön, de hát nem belegebb kicsikbe szétszögetjük a seregét, annál könnyebb lesz majd, hogyha a főseregével találkozunk. Ami, ja ez nem az ő serege, de remélhetőleg nem fog minket most megtámadni. Ugyebár az abbaszidokkal ez kicsit komplexebb, mivel ugyebár mi most a vazolusai vagyunk ugyanúgy a bizánci császárnak. Ami egyébként hamarosan ki fog halni az a család. Miért nem Clash Royale? Ugye? Ugye Fortnite, igen, Fortnite-t is elfejtettem. Tehát ez egy elég nagy probléma, hogy ugyebár én harcolok velük, de amúgy én velük vagyok. És közben most valaki elkezdett háborúzni a bizánci császárra, amik pluszba, tehát most ügyesen kell itt kijátszani lapokat, bár hogyha most ők nekünk jönnek, az fájni fog. Nem, szerencsére észak fele vonulnak. Nagynénéd a feleséget? Nem, a feleségem az egy valami arab csaj. Most nem arab, hanem nubiai, ez az innen származik Afrikából. Azért vettem el, csak megy géniusz igazából, de ellenek dagat, viszont szorgalmas és hűséges.
Nem, hát volt már a nagynénim és a feleségem egyébként, tehát van ilyen, hogy az öröklés az úgy jön ki szerencsésen, de most jelenleg a testvérem az egyik az depressziós, a másiknak már van csávója, pont egy magyarral házistottam össze a jenőklámból. Miért nem hosszú ujjú póló? Mert szétizzadok, még trikóba is szétizzadok. Hogy lehet ilyen melegbe létezni? Ajjaj, ott nagyon sok hajó megérkezett, hát hogy most lesz az első nagyobb háborunk, amit itt fogunk megvívni. Úha. Ez nem tudom, hogy kinek az egysége egyébként, de nem baj, muszáj lesz. Aha. Ez pont nem a fő ellenségünk, hanem ez a másik. Viszont ez pont a legrosszabbkor jöttek ide, mert nekünk meg a másikat kellene inkább szétvernünk. De őt elbírjuk kapni itt, mert elég gyorsak vagyunk, és azt a 2900-as sereg, 450-es sereget sikerült elvernünk. Játszik könnyedséggel. Közben megint megtámadták a fővárosunkat. Mi van, ez a csávasz kit támad? Kanéját akarja, de nem tudom, akkor miért minket támadott. Úgy szétsülök egyébként egész nap, hogy tehát reggel körülbelül addig esett az eső, ameddig beértem a munkahelyre. Azóta meg úgy egy csepp nem esett, és nagyon rossz. Megvárjuk, ameddig partra szállnak, aztán pedig megpróbáljuk megint betámadni őket. Mi most én, ó Isten, megint jön, és itt fogunk találkozni valószínűleg, hogyha begyalogolnak ide. Azt a területet foglalhatják, mivel ugye ez nem hozzánk tartozik, hanem a bizánci császárhoz, tehát ez a terület a miénk igazából, amit meg kell tartanunk. Ezek annyira nem érdekelnek, verjék szét egymás felőlem azokon a területeken. Nekem oly mindegy, ez igazok megvalva. Vissza is gyaloglok szerintem a fővárosomba, és kicsit ott várom, ameddig még gyűlnek az embereim. Ilyenkor ugyebár, hogyha saját területen vagyunk, akkor szépen gyűlnek, 41 emberem újra visszajön, és így újra bírom majd használni őket. Nagyon jó hadvezérek lettünk egyébként, mert ugye a legjobb hadvezér most konkrétan a 11-es Martiallal rendelkezik, nekünk pedig 27-es, és ezen kívül pedig a hegyeken és a szélekről jobban tudunk támadni. Na, itt az első nagyobb harcunk ide, 1550-es sereg, mi pedig 3300-on vagyunk. Ilyen hadvezérekkel nem hiszem, hogy kikapunk egyébként, tehát azért még innen is lehet veszíteni, hogyha rossz a hadvezér, meg egyébként most hegyre felfele támadunk, ami negatívokat ad, de nem probléma, megoldjuk szerintem. Csak ilyen 10 emberekkel megtámad, és akkor ezekkel annyira felesleges egyáltalán elsétálni. Megkérte engem ez a csáva, aki ellen háborúzok, hogy nem segítek neked. Aha. Na és most a... ez alakul. Ez így jó lesz. Tehát most ez lehet egy olyan spéci helyzet, hogy az, akivel háborúztunk, az most fellázadt a bizánci császár ellen. Tehát innentől kezdve én a bizánci császár oldalán harcolok ellene. Tehát vannak ilyen kicsit komplikált helyzetek, hát remélem, hogy miután elverik, azután én kapom a pozícióját. És kineveztek engem a parancsnoknak. Nyilván a 27-es Martial az eléggé jó, és ez sokat segít abban, hogy én vezessem a seregeket. Mi vagyunk ez a jóképű fiatalember, akinek lehet, hogy vágunk egy kicsit jobb szakállat, vagy egy ilyen menő bajsza lesz inkább. A bajusz és a menő ritkán hangzik el együtt, viszont a bizánci császár vesztésre állt el, lehet, hogy besegítünk neki. Sofia, a nagynéném megkért engem, hogy segítsek megtámadni Estét, amit nem fogunk segíteni, mert akkor a lombardok ellen kéne háborúznak meg erősek. Tehát ez teljesen ki van zárva, hogy mi ott majd besegítkezünk. Építkezünk tovább. Építünk egy ilyen training groundot, ami azért lesz jó, mert nagyobb állandós, majd felbülünk állítani egy állandós sereget egyáltalán, és az jól fog jönni, hogyha ilyen kisebb csapatokat kell leverdesni. Elég sok terület fellázadt, ez itt Görögországnak ez a középső része, ez a trákiai rész, ez a... nem is tudom mi ez. Kingdom szintjén ez az Anatólia nevezetű terület is belázadt, meg ugyebár ez a... Georgia. Ezek a szemét grúzok. Nem vagyok éppen ez neked. Wow, ez nagyon komplex. És most ez, hogy elfoglaltuk ezt a területet, segítettünk egyet a bizánciaknak.
vagy hát a császárunknak. Szicília még mindig pénzügyileg nagyon fejlett terület, kivéve az, amit ostromunk egyébként meg Málta. Mondjuk ez nem is annyira meglepő talán. Egyébként ezért jó, hogy belázadtunk, mert amúgy meg ez a dagacsáva, ez a Grigoli oldalán álltunk be a bizánci császár ellen, ami nem lett volna annyira szerencsés háború igazából. De így azért elég könnyen szerintem nyerni fogunk, vagy hát remélem, hogy a bizánci császár a 10 000-es seregé, aha, pont ott van egy elég nagy háború. És lehetséges, hogy mi pedig megpróbáljuk, itt van ez Amalfi, ami egy köztársaság. A köztársaságról annyit érdemes tudni, hogy rendkívül kevés sereggel bírnak, viszont nagyon sok pénzt képesek összeszedni, ami nekünk jó lesz, mert így legalább kicsit feltöltjük az államkasszánkat. Nem szereted? Mit nem szeretsz? A trikómat? És most ezt jól kifosszuk. Ezt a szerencsétlen rákos embert. Nem elég, hogy ostromlunk, de még ilyen bajsza is van. Mi vagy itt vagyunk a szélén, és vezetjük a seregeinket. Meg hát, hogy sikerül egyébként bármiféle artefaktot ellopni tőlük, amik nagyon jól szoktak jönni általában, a bónuszokat adnak nekünk, akár könyvekről legyen szó, akár fegyverekről. A játék megtalálta a Mjölnir például az északi vallásúaknál, meg nekünk is lesznek majd talán valami spéci fegyvereink, hogyha elég ügyesek leszünk, de ez jó nagy szerencse kell, és Isten akarata is kell hozzá. A Realm Royale az jó egyébként. Pont azt néztem, most olvastam egy vicces cikket, nem tudom, hogy ki az, aki ennyire jobban belemélt, hogy a sörkészítés miatt megpróbálunk temperamentumosok, de hülye vagyok. Az egyszer egyik haverom így fordított a hülyén, mértékletesek próbálunk lenni. Tehát nem temperamentumosok, mértékletesek. Attól, hogy úgy írjuk, hogy temperate, az nem azt jelenti, hogy jó, felnőtt valaki, aki lehet, hogy nálunk a börtönben van? Aha, börtönben van nálunk, hát börtönben kiengedünk mindenkit. Meghívtak minket egy ilyen lovas szekeres, most nem, egy ilyen lóháton kell valami botokkal, valami labdát beütetni a kapuba. És vesztettünk, nem baj. Geci, jó, akkor majd kipróbálom. De fut az én kis... Nekem azt fut a kis krumpliman. Kineveztek Marshallnak, most mondom, mi vagyunk a fő hadvezére a birodalomban. Sophia megint megkért engem, hogy segítsek. Hagyjam meg békén ez a Sophia, hogy lehet letiltani az embereket Cégel 2-ben. Jó, és Amalfit kifosszuk szépen lassan. És jön is a pénz. Megkértek minket, hogy segítsünk. Egy elég nagy hatalommal rendelkező úriember, aki ennyi területet, ami az ilyen narancssárgával, most hát a villogó területeket uralja, itt főként a szigeteket. Egyet kipista, op, mekkora balhé van. Na ez most lehet, hogy nagyon fog fájni, mert megtámadnak minket innen. Ajaj, 8600 emberre jön. Közben itt egy laza házasodás nyomnak, itt nem tudom, kik ezek, meg kinek a kiei. Aha, most támadnak meg minket, lehet, hogy elverik a serinket. Az a baj, 8000-en vannak meg 3000-en, hiába vannak akármennyire is jó hadvezéreket, nem tűnik túl fairnek, de remélem, hogy a bizánci császár az megindul azzal a 9000-es sereggel segíteni, mert nagyon pörös és türelmes lettem itt a hadvezérkedés közben. Ne arra menjetek, inkább Sziciliába gyertek vissza. Akár mondhatnám úgyis, hogy Sziciliába. Valéria Kalopragman. Megpróbáljuk a pénzügyekre nevelni. Hello, bizánci császár, please segíts! Elkaptunk még egy valakit, őt is kiengedem, mert kell a pénz. Meg annyira nem megyek sok rajta, most ezeket én bezárva tartom. Jó, itt megpróbálom összegyűjteni. Ne, itt nem is bírom összegyűjteni a seregem. Ó, bakker man. Jó. Akkor megtámadjuk mi is ezeket a kis lázadókat. Most segítünk a bizánci császárnak. Ezt se sokszor csináltuk eddig, de úgy érzem, most muszáj lesz. Gregor ezt fogja vezetni a seregeket. És szélre krepeltem ezt a két bajtit. Apollonius, hogy Gregor ezt pedig a... Most a másik Gregor ezt pedig a két szénén. És remélem elverik ezt a 600 embert elég simán. Ja, két széle rögtön fel is adtak, küzdöm, és már közepén is, és nyertünk.
az a baj, hogyha most sokáig fosszogatnak, akkor akár lehet, hogy az én drága Szicíliámat is megtámadják, ami elég jó lehet pénzügyileg, de hogyha ezek szétfosszák, mondjuk dolgok is a Fortnite nem pörgős, ez a ironia. Na szóval, Fortnite, azt kezdtem mondani a Fortnite-ról, hogy elvileg emberek pénzt fizetnek azért, hogy edzősködjenek nekik Fortnite-ba. Pont nemrég olvastam, hogy valami 20 dolláros órabérben lehet dolgozni, mert ez elég jó órabérnek számít. Meg hogy, tehát, hogy szülők azért bérelnek fel, hogy a gyereküknek sikerélménye legyen, és nem mindig szétverjék őt Fortnite-ba. És hogy ez jót tesz az ő egójuknak, vagy nem tudom. Mit szóltak ehhez? Ti lennétek Fortnite edzők? A válaszaitokat várom kommentben. Ilyeneket szoktak mondani mások. Igen, a gyerekünket... Ajja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 jj
Hát ha lesz belőle még valami. És egy olyan emberhez adjuk, aki nagyon ért a... Sofia, ez a nyomorolnc, aki folyton zaklat minket spam üzenetekkel. Na ő neki odaadjuk a gyerekünket, mert ő elég jól ért ezekhez a dolgokhoz. Tehát... Oké, és akkor megyek vissza. Tehát engem hagy, és Amalfit megint betámadom. Hát sikerül még egy kis pénzt kiszedni belőle. Ez egy prank. Vonuljatok. Igen, Fortnite-ban kevesebb képesség van, az tény. Jaj, ne, nem bra. Mint egy kicsit de Brawlhalla függő vagy, nem? Holnap akkor mentek R6S-ezni? Nem, nem vagyunk ki. Nincs meg a csapat rendesen, az a baj. Pedig amúgy lehetne, meg jó is lenne, csak nincs meg a csapat. Gyerünk, bajszos ember! Kiváló hadvezérre, és ezt mindenki tudja rólad. Verd el az arabokat. Aha, és a... Ez a csatos során szerzett tudást felhasználjuk a technológiák fejlesztéséhez. És azért bónuszt kapunk, hogy gyerünk, Amalfi. Amalfi a legdrágább célpontom, kifosszod, mint az állat. Jaj, nem Clash Royale, ez az a fajta válaszom miatt moderátor vagy. Csak az, hogy ki az Isten fizetne ilyen szarért pénzt, mert úgy azt értem, hogy csak tehát elvileg valami több mint 500 Fortnite edző van. Tehát én azon sokkoltam le igazából, mert azt, hogy most egy-két ember, aki tényleg profi szeretne lenni, és nyilván azért olyan versenyekről van szó, gondolom Fortnite-ban, és nem annyira néztem utána a számoknak, de igazából már a Rocket League-ben is, ami sokkal kevésbé népszerű, ugye általánosabb, ott is 150 dolláros sima versenyek vannak, ami 40 ezer forint, bárhogy is nézzük. Van két barát, aki szeretnék. Én is jönnék. Lekerítem, csak nincs meg a játék. Aha. Sikerült kifosztanunk, és megtaláltuk Szent János újját találtuk meg, aki megkeresztelt ugyebár Jézus. Keresztelő Szent János. Hittanötös. Látszik, hogy keresztény középiskolában jártam. Nem hiába, Laudetur Jézus Krisztus. És remélem, hogy most a banditól érkezik a válasz erre. Laudetur Jézus Krisztus. Nem tudom, hogy keresztelő Szent János ugye mit keresett itt ebben a kuplarájban, de... Azért kezdtem ebből alatt, mert meglátom a streamet. Aaaaaaj. Ezt csak úgy mondod. Nem gondolod komolyan. Ezt a Gregorat tagadt fejt, jó lenne, ha szétvernék. Vagy én most fel, most függetlenek leszünk, hogyha Gregorász nyer. Vagy Grigoli, bocs, Gregorász az én vagyok. Én jóképű vagyok és fit. Udócsmány lesz a gyerekünk. Basszus, ez nem tetszik annyira. Na ezt nem mintatja. Csak az, hogy most értitek, az egy ortodox uralkodót nem pont így képzeltek el. Így inkább egy hajdát képzeltek el, nem? Összedobjuk a THC-t. Hát az a baj, a Máté nem lesz kapásból. Egyébként lehetne, én benne vagyok. Csak előre szóljatok, hogy úgy készülök. Én meg azért kezdtem ebbe halálni, mert megláttam a te streamedet. És ez úgy néz ki, mintha én nagyon segíteni akarok. Annyira nem, miért én nevelem ezt a gyereket? Valaki takarodjon már, azt vigyázzon rá helyettem. Ki vagyok én? Itt a hülye gyerekeket neveljem.
Én is komolyan mondtam, Imix. Komolyan mondtam. Azt hiszem, most a bizánci császár, hogy azért segítek neki, mert én nagyon jó fej vagyok, de közben meg csak ajajajajaj, csak ne jön erre a nagyobb serege. De közben pedig csak azért segítek, hogy ellopjam a pénzt Amalfinóból. Vagy az Amalfiból. Új pénzmesterünk lesz, aki nagyon ért a pénz, az úgy tűnik. Sikerült pont végre egy olyat kiválasztani, aki ügyes. Kívül, hogyha ellopja a pénzt tőlünk. Margarita. Margaritát a gyenge, de arra fogjuk oktatni, hogy ő legyen ez a bérgyilkosunk. Tehát a stewardunk, aki egyébként nagyon jó, igaz, ilyen dagadt feje van. Vannak ötletei, hogy hogyan fejleszthetünk a gazdaságunkat. Kifizetem. Teli vagyunk lével. De én már egy Unix Soldiers Clan-t erősítem és ellen. Micsoda? Traitor. Elárultál minket. Jön, megtámadom közben Messinát egyébként, aztán pedig lehet, hogy inkább lehet, hogy hazamegyek, azt visszatöltem a seregemet, hogy ne 1400-an legyünk, hanem 4400-an. Hát én meg a Scoreless Team-ben is benne vagyok, az Unlimited Potential-ben és az Unskilled Potatoes-ban is benne vagyok, tehát én már egy igazi ESL ribancnak számítok véleményem szerint. Nem is streamolok, dehogy nem, mindenki streamel lényeg belül. Mi? Ja, itt, ne, itt folytatjuk, visszik tovább a sereget, és itt elkezdjük kicsit gyűjteni az embereinket. Jó lenne, hogyha te kicsit oktatnál itt a katonákat. A bizánci császár azt mondta, hogy lehetőleg ne. Én ne csatlakozzak frakcióhoz, én meg azt mondom, hogy jó. Szeretem a fejemet a helyén. Meg hogyha már én vagyok a marsal, meg a régensebb bizánci birodalom, tehát hogy a bizánci birodalom uralkodója meghalok, hogy én irányítom ezt a területet. Nyilván nem szó szerint, csak ilyen eventeken keresztül. Tam 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 tam. Ez a kedvenc zeném. Hát amikor csak így állok és így gyűjtöm a seregemet, és semmi nem történik. Nézd meg, hogy hogy állnak egyébként a magyarok menet közben. Nem sikerült a magyaroknak bejutni, azt látom a Kárpát-medencébe, viszont a Kárpát-medencén kívül itt három darab területe még léteznek, hát ami nem túl sok. A Szemere klánból Vencel irányítja őket, aki ostoba, és olyan sokszor megkapják a magyarok az ostoba jellemvonás, mint az állat. De úgy több csapattagja is lehetsz, és több csapatta is be tudsz lépni, tehát ez nem probléma igazából. Lucot benyomtad? Nem, még süttyó voltam, és nem nyomtam be. Ennyi van a magyarokból. Valaki nagyon jól lett valamiben, de nem tudom ki ez a gyerek, meg hogy kinek a gyereket, tök mindegy. Itt vannak magyarok malabok kultúrában is csak itt léteznek. Valószínűleg a görögség az, ami a legnagyobb. Igen, itt a görögök nyilván elég kiterjedtek. Itt a vizigótok, akik úgyis átalakulnak majd többen, meg itt a lombardok, akik majd át fognak alakulni olaszokkal, meg a lengyelekiség is még egész hagyat. Hát a kazár birodalom az meg főként azért tűnik ilyen nagynak, mert ajjaj, itt már jönnek a törökök. A törökök általában elég szemetek szoktak lenni. A kazár birodalom ugyebár ez főként ilyen sztyeppe terület, tehát ezek nem igazi erős területek, hanem ilyen... Már soha nem lesz brava. Milliomos se teszi a luc, pontosan. Küldjetek a lucot, nem olvasom be, de elképzelem, hogy elküldtétek, vagy elhiszem nektek, hogy elküldtétek. Ajjaj, 14.580 ember sétál errefele, ez annyira nem tetszik, ezt még talán itt se bírnánk elverni. Veszíteni fogunk mind a kettő háborúban, ami nem annyira jó nekünk szerintem. Mi történt? Most ez a háború, ez miért ért véget egyébként? Most nekem ki az uralkodom? Ja, mert meghalt a bizánci császár. Aj, de megint ő lett az uralkodom. Persze, leszek a Spymaster-ed, ez minden álmom, te nyomj. Fuck. Igen, szia, Petrez Zulej. Ja, Rainbow Six Siege-ből vannak ilyen versenyek, aztán arra megyünk. Most elebasztottad meg Disney minden, hát most már figyelek azért. De ez a Canaris, ez miért én nevelem? Tehát annyira nem érdekel ez a gyerek. Azt sem tudom, ez kinek a kije. Kik azok a Canarisok?
Mert mi nem azok vagyunk, mi a Kalopragmonok vagyunk, az a családunknak a neve. Tehát nem tudom, hogy miről, miért én nevelem. Ki gondolta, hogy ez egy jó ötlet lesz, hogy én neveljem. Na jó, kilépek egyébként a... Kilépek a... Nem leszek a Spymaster-e többé. Van olyan lehetőség, hogy átváltok én is erre a grúz kultúrára, de hát én egy darab híres grúzt ismerek, az pedig Stalin volt. Ha a történelem ismeretén nem csanak, lefejezünk egy kémet itt nálunk, és elindultunk szépen lassan egy ilyen... Várjunk csak, most mit is jelent pontosan, hogy ez sikerül? Megpróbáljuk saját magunkat esetleg a helyére tenni, hogy ott lenne a legjobb, de azt nem bírom. Megpróbáljuk, hogy ne legyen többi az uralkodó, hát ha csatlakoznak hozzánk itt emberek. De emlékszek rád, te vagy a Jani csaja. Azt hiszem. Az a Jani csaja vagy egyáltalán? Nem, tudom, hogy Discordon volt el, arra emlékszem. Ha csak nem keverlek össze természetesen valakivel. Bebírom börtönözni a gyereket, aki itt volt eddig nálam, és nem tudom, hogy kinek aki-e. De most már nem vagyok bátor. De jó, elveszítettem a bátor jellemvonást, ami az egyik legjobb volt egyébként. Közben pedig a sereget leállítom, mert teljesen felesleges véget értek a mi háborúink, úgymond. Sőt, minden háború véget ért. És ez elég sok független birodalom lett most. Mi pedig pont nem lettünk függetlenek. Nekünk is majd valahogy szépen lassan el kéne érnünk, hogy mi legyünk itt a egyedülállóak. Stalin, igen, Stalin az grúz volt, nem? Innen származott az ősatya, a legkiválóbb ember a világon. Inkább nem váltok át grúzra, bár a bajusz már megvan egyébként, hogy igazán jó grúzok legyünk. Jó. Hát, hogy hülyén csinálom egyébként. Hát inkább simán meg kéne ületnünk. Megpróbáljuk kinyíratni ezt a csávot. 42% esélyünk van rá, hogyha mindenki csatlakozik. Hát, amíg többen jönnek, majd aztán kicsit jobban fog menni. Viszont ehhez belépek ebbe a Community of Saint Basil-be. Vagy az asszisztinok, az nem lépek be. Megint felnőtt egy ilyen kanakiris gyerek. Nem tudom, hogy miért nevelem ezeket. Honnan veszed, hogy a csajom? Hát a gyanús képekből. Láttam elég sok gyanús képet az Instagramodon. Amit be is küldtem egyébként a Toxic csoportba, amin 4 darab cringe dolog is volt. Az egyik a PUBG, a többit azt nem mondom el inkább. Itt a streamen keresztül. Lassan 2K. Hát igen, ez a baj, hogy lassan. Nem, amúgy azt vettem észre, hogy több feliratkozó jön, amikor nem csinálok videókat, tehát nem tudom, lehet, hogy valamit rosszul csinálok. Viszont azokban az időszakban több feliratkozó jön határozottan, amikor semmilyen videót nem töltök fel, most már borzasztóan nézünk ki, tehát így egy már ilyen papírruhánk is van. Csőimi, streamelni YouTube-on lol, mondta ezt Quiszki, aki Twitch-en szokott streamelni. Jó, tuberkulózisunk van, lehet, hogy itt a vége ennek a csávónak, kivéve, hogy az orvosunk jó munkát végez, és jó munkát végezhet, túl fogjuk valószínűleg élni. Új papot nevezek ki. A feleségem ügyes volt, és itt Arábiában sikerült ellopni a bizonyos technológiákat a araboktól. A gyerekem is megbetegedett, és meg is őrült a gyerekem egyébként, ami nem túl jó. Inkább ne legyen őrült a gyerekem, bár vannak elég vicces... Az anális képek gyanúrhatatnak nekik pontosan. Egy csaj szeretne az orvosom lenni, de nekem ma van orvosom. Nem kell, igazából tök felesleges. Most azért egy csaj. Szerintem sokkal jobb YouTube-on streamelni. Ez még itt vannak a feliratkozóim. Jesus. Ki használ Twitch-t? Twitch-et, nem tudom, hogy vagyok. Én nem használom egyébként, mert láttam, hogy mások használják, de nekem az olyan... Itt egyben van minden, egyben vannak streamek is, ha azt akarok nézni, vannak sima videók is, inkább azokat szoktam nézni, meg zenéket hallgatni. Arra kértek meg engem, hogy adományozzak ennek a szerzetes rendünknek, én pedig ezt megteszem. És azért nagyon örülnek az emberek, szívesen én ilyen vagyok. Adományozok nektek az összes pénzemet,
olyan függetlenségi háborúk vannak, amiből annyi lesz a vége, hogy az arabok be fogják szerni az összes ilyen területünket. Megpróbálok jobb keresztény lenni, és ez miatt szépen lassan alázatos lettem. Elkezdtem ilyen sólymászni, viszont nagyon veszélyes a madaram, megölt egy rakat nyulat, töröm, inkább elkezdek költőnek tanulni, mert az hát a biztonságosabb. Te ki használt Twitch-et? Ment a Quiskin kívül, mert mondjuk Quiskin-től néznék streameket, ahogy Twitch-en. Az egyik gyerekünk egész jól lett a pénzügyekben egyébként, remélem, hogy nem hal meg most hirtelen itt ebben a nagy betegségben. Ez most ilyen nagyon kiterjedt betegség, vagy ez csak ilyen pici? Hát az nem annyira vészes, még csak itt pont minket megöl mindenkit, aztán meg többieket nem is bántja. Ez a kedvencem, amikor így kiírtja az én területemben az összes embert, aztán mindenki más meg úgy tök videón elél. Kit érdekelnek ezek a semmit mondó emberek? Fizessenek 10 anyát is vihetik ezt a dagatot. És költő lettem. Hát igen. Ami plusz diplomáciát ad nekünk, ha jól emlékszem. Igen, meg a többi költve jobban megértettem magam. Hazatért egy csáva, aki elvileg innen tűnt el, és tőlünk tűnt el 7 éve. És nagyon kedvesen fogadom, ezért kedves is leszek. Szépen lassan egyébként nagyon barátságosak leszünk, és nagyon jó képességeink vannak. Amúgy nyilván ez aznak is köszönhet, hogy okosak vagyunk. Ez a gyerek nem meghalhatna igazából. Mert itt nem mondunk a gyerekünkre, de ez a gyerek meghalhatna. Megszületett Andreas nevű gyermekünk. Ki akarnak nevezni Marshallnak? Elfogadom a marsalságot, hát talán jobban bírom majd bomlasztani a birodalmat. Egy új kancellárt nevezünk ki. És jó lenne itt összebarátkozni néhány emberrel, aki majd segít nekünk kinyírni az uralkodót. Hát igazából, hogyha neki fizettek elég pénzt, akkor ő elvileg segít. 60%-os esélyt, hogy nagyon-nagyon közel állhat ez az emberre, csak nehogy meghalljon a depressziótól. Nézzük ki az, aki, igen, ő volt az, aki legtöbb százalékot adja, küldök neki is egy kis pénzt. Nekem ennyit simán megér, hogy ő meghalljon, és én urak vagyok itt Szicílián belül. Cégeket, nem sok fizetek ez a cégeket, de hogy is. Szerintem ennél sokkal többet Rainbow Six Siege ezek, mint amint mostanában a cégeket tőzek. Csak te nem jössz. Mert lusta vagy, és lustákat inkább otthon. Jó. Papnak fogjuk oktatni a gyerekünket, mert semmi máshoz nem ért a világon. És bemutatjuk őt a birodalomnak. Mi pedig teológia fókuszra váltunk, mert nagyon hiszünk Istenben. Van, aki felajánlja, hogy egy idős szakáros bácsi felajánlja, hogy tanítja a gyermekünket. Persze, hogy ne? Tanítsad. Kiadottunk, sőt, megőrzünk egy ilyen verset, amit az egyik barátunk írt. Eudoxius, a gyermekünk összebarátkozik valami pappal, kicsit lehet, hogy problémák vannak ezzel a gyerekkel. Összeveszett valami csajjal, gondolom majd összejönnek, aztán szexelnek. Nem sok picit neked adott cégektől, csak itt van asszony, Pajti Mécsede? Ezt nem értem. Van egy génisz lányunk. Egy idős másik bácsi megtanítja őt harcolni. Hát jó van. Tanítsátok idős bácsi bármire a gyermekemet. Szerelmes lett ebbe a valakinek a feleségébe, ebbe az Eirembe. Persze, sima. Ajjaj, ez meg fog halni. Pont ameddigre bemutattam, addigre meg fog halni. Mert egy elég komoly tifuszom, ami nem tesz túl jót az egészség. Ja, R7-es asszony? Pontosan, az R7-es ez fontosabb. Ez egyértelmű igazából. Gondolat kell jönni a jövőre, nem a hülye focira, meg a hülye csajokra. Jó, valamiféle sárkányról beszélnek, engem nem ijesztenek meg a sárkányok, ezt mondjuk, és ez miatt nő egyel a Mártiánunk, mert nem tudom, azt hiszik, hogy tényleg nem félünk a sárkányoktól. Sikerült megölnünk ezt a csávót,
és nem tudom most ki az örökös, ez a csaj. És lehet, hogy vissza fog repülni ránk ez a Team of Sicilia. Nevezd ki minket, léci, nevezd ki minket, léci, nevezd ki minket, léci. Ugye már most ilyenkor van egy üres... És mi leszünk a parancsokait is, persze. Tehát ugye ilyenkor most van egy ilyen légüres tér közöttünk, tehát mi a legalsóbb rangon vagyunk most jelenleg. És felettünk van egy Ducci, egy King és egy Emperor. Most a Ducci, tehát a Szicília Ducciságot pontosabban ezt kellene megkapnunk, csak még nem adják oda nekünk, de én nem tudom, hogy miért nem. Pedig én próbálkozom, nagyon. Jó, a másik gyermekünket ilyen, most ezt a valamelyik, valakinek a gyerekét megpróbálom hálókságra nevelni. Fogtál? Nem tudom, melyik a rosszabb, hogy erre tesszük, vagy hogy barátnőd van, mindkettő. Most még senkinek nem osztotta ki ezt a Szicília, itt van nála ez a Ducci of Sicilia, hát odaadhatnád, hogyha már akkor egy gyökér vagy te gyerek. Adok neked pénzt, vagy valami, bármit adok neked, csak add ide nekem vissza. Jó. Vannak olyanok a birodalomban, akik más vallásban hisznek. Például a tengri vallásban. Azt mondom, hogy jobban hasonlítunk, mint amennyire különbözőek vagyunk. Fogadjunk el minden vallást. Látjátok, hogy nem lettem grúz és Sztálin ketté? És most szimpátia alakult ki a pogányok iránt bennem. Hát jó, ez ilyen fantáziajáték. Egyébként most is valami nagyon durva betegség megy a birodalmon keresztül, és így halnak is szépen így az emberek. Ez a Makúria királya meghalt, ami nem tudom, hogy nekünk miért fontos, de... Királyság. Viviannát, aki az egyik lányunk, őt megpróbáljuk őt is ilyen bérgyilkosnak nevelni, ezek majd jól jönnek, hogyha ki kell szedni egy-két embert. A Skepastos család, ezek kik egyáltalán? Ugye alapban nem ők voltak az uralkodóink, de hát mindegy. Amúgy lehet, hogy még már csak 4 perc van a streamből, mert mostanában próbálom ezt az 1 órás határt betartani. Sikerült egyébként kiszednünk ezt a dagadfejű csávót, aminek örülök, tehát ez egy hasznos dolog volt, mert most így a Bizánc uralkodik felettünk igazából. És most ez a másik csaj uralkodik itt ezen a birodalmon, ami meg tök mindegy nekünk. Csak jó lenne, hogyha ő odaadna nekem ezt a Ducci of Sicíliát, mert az neki is jó lenne, meg nekem is. Neki azért, mert túl sok területet tart magánál, nekem pedig azért, mert nem tartok egyet sem magamnál. Egyen magasabb szintre léptem itt a rendben. Itt az idő, hogy celibátus fogadjak, én azt mondom. Na, még nem fogadok celibátus, hát még lesz gyerekünk. Szorgalmas lettem, ismételten kedves vagyok, hiszékeny, igazságos, ambiciózus, őszinte, szimpátia, nagyon jó uralkodó lett ebből is, és rendkívül jó harcos egyébként meg ezen kívül. A Szent György ikonját kaptam, amitől egyen jobb harcos leszek egy kevés pénzért cserében, nyilván ezt elfogadjuk ismét. Nagyon-nagyon jó harcos az emberünk, nem véletlen, hogy ő az egyik parancsnok a bizánci császárságnak. Azon csodálkozom, hogy nem vagyunk még. Ajjajjajjajjaj. Megfázott a bizánci uralkodó. Ennek ezt hallott. Tehát nyilván itt a középkorban egy megfázás az hello. El kell ilyen penatens... Már elmenjünk Zarándok útra. Gondolkoztam miért jelent. Elmenjünk Antiókiába. És ismételten terhes lett a feleségem. Szüli szépen sorban a gyerekeket. A Biblia olvasgatása közben le vagyok nyűgözve, és nagyon sok okosságot találok benne a Szűz Máriára. Ezeket úgy be kéne szedni? Jó. Megsérültem és meg kéne állnunk? Nem. Megsérültünk. Most már biztos, hogy megsérültünk. Egy valamiféle úton haladok végig, ahol találok egy emberrel, akit kiraboltak és jól megvertek. Adok neki pénzt. Milyen kedvesek vagyunk. Lázam van. Megpróbálnak kigyógyítani belőle. Antiókia egy hatalmas és gyönyörű ősi város, végre megérkeztem ide, ez a legrégebbi város a kereszténységnek. Az első hely, ahol tényleg az emberek keresztények tartották magukat, Szent Péter és Szent Pál mindketten dolgoztak itt, és mondta, hogy Szent Ignatius, aki nem tudom, hogy van-e van magyarra sütött neve,
itt alakult meg a korai kereszténység. És le vagyok nyűgözve tőle, ez miatt nagyon tetszik ez a pac. Szóval lett egy menő vágásunk egyébként menet közben. Találkozok új emberekkel, hogyha már ott vagyok a helyi piacon, megpróbálok új nyelveket megtanulni. És ettől ilyen beszédesek lettünk, még tovább nyomja a képességet, nagyon-nagyon jó karakterünk lett most. És vissza is tértem. És elkezdek keresni egy udvari kovácsot, hogy megpróbálunk egy kardot, vagy bármilyen valamiféle fegyvert készíteni magunknak. Ez majd plusz ilyen Martialt fog adni, meg jobbak leszünk egy-egy elleni harcban. Eltűnt valami egy nyájam, vagy nem tudom, hogy mi ez pontosan. Viszont meg lették találva. Bezárom a legmélyebb cellába azokat, akik ellopták. Az a legjobb lájom. Én azt mondom, hogy slow feverem van, ami tifoid láznak, nem tudom, mi a magyar neve. Viszont valószínűleg túl fogjuk élni, mert nagyon jó. Igazából a legutóbbi 200 évben olyan jó doktoraink vannak, hogy non-stop ők tartanak már életben minket. Mert itt Szicilián az összes betegség, mindegy, hogy nyugatról, vagy keletről jön, vagy bármerről jön, mindegyik itt áll meg. Jó, és szerintem egy kardunk lesz. Egy jó karddal nem téveszhetünk. Nem mondod? Tehát most ennek a csávó, akivel előbb ugye már találkoztunk, akinek mondta, hogy nagyon sok területe van, neki leszek a stewardja. Nem is értem, hogy... Tehát neki már egy rokat ilyen területe van, és mégis ő kapta meg helyettünk. Akkor úgy tűnik, hogy őt is meg kell, hogy öljük. Viszont ezzel úgy érzem, hogy nem lesz túl sok problémánk. Tehát a kovácsunk a nővéremmel Annával partizik, nem szólok bele. Nem akarom, hogy ez roncsa a minőségét ennek a fegyvernek. Ő dolguk, csajozzon. Fiatalság, bolondság, meg hasonlók. És megkaptam a kardomat, ami egy Blade of Panarmos, ami egy egész jó kard lett egyébként. Plusz egyet ad a hard, az, ami a duelekben, amit nyújtunk, plusz egy Martialt ad, ami ugye a hadvezéri képesünk is plusz presztist ad. Egy ilyen általános pontszám. És a mai napon szerintem ezzel fejezzük be. A lányunkat meg elküldjük, hogy háborút tanuljon. Kicsit még körbenézek a világban, hogy tudjam, hogy mi is történt egyáltalán. Tehát ugyebár alapból az Umayyad birodalom, itt az arabok ehhez mindent befoglaltak, a másik arab birodalom itt befoglalt mindent, itt pedig mindenki szétesett, tehát lényegében még a lombardok, akik úgy tartják valahogy magukat ezen a kis közép-itáliai, vagy hát észak-itáliai területeken, de hát ezek se annyira Franciaország, az teljes káosz, úgy szét van esve, ahogy csak lehetséges. Angoloknál is azért még eléggé szét van aprózva a birodalom, bár meg kezd megjelenni egy ilyen valami egységes birodalom. A magyarok pedig most meghódítottak egy elég szép területet, ha jól látom. Vagy legalábbis ő adót, bulgáriai részek itt adót fizetnek nekik. Tehát még életben vannak a magyarok, ami szintén egy csoda, mert általában itt a magyarok, gépi magyarok nem szoktak túl jól teljesíteni. Tehát szinte én még soha nem láttam olyat, hogy saját maguktól bejussanak például a Kárpát-medencébe és el is foglalják ezt. Olipop, sikerült pont a legeslegvégre megérkezem a streamnek sajnos. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. Jaj, bocsánat, elfelejtettem, hogy ilyenkor laggolnia kell egyet a gépnek. Köszönöm szépen mindenkinek, itt volt, remélem tetszett ez a stream. Nem tudom, mikor lesz a következő stream, valószínűleg jövő héten, most szeretnék minél többet, kicsit felpörgetni a nézettséget is, akár a feliratkozó számot is, hogy végre átlépik majd egyszer ezt a magikus 2000-es határt, amivel már nagyon régóta sikerül szenvedni. Ezért most lesz több stream, meg hogy ne hanyagoljam el amúgy is, meg hogyha lesz valami jó videó, tehát akkor biztos, hogy lesz videó. Gondolkoztam rajta, hogy esetleg tutoriált is készítek. Mi lenne az? Meg kírom ezt pedig csoportos, de mi lenne az a tutoriál, amiből szívesen megnézitek, akár az OBS-en belül, akár bármivel kapcsolatban, ami érdekel titeket, akár így a videózásról, vagy bármi másról, ami eszetekbe jut, amiből szívesen nézitek videót, mert nyilván az lenne cél, nektek minél szórakoztatóbb legyen. Ja, Holipop, sikerült eltalálni a végét. Köszönöm szépen, itt voltatok, sziasztok!